Mivel az előző fordulóban elmaradt a nyíregyháziak MAFSZ elleni vendégjátéka, a Sitko Ernő által irányított együttes két hete tudott készülni következő bajnoki mérkőzésére. Volt is tennivalója a szakmai stábnak, mind a pályán, mind azon kívül, ugyanis az új év úgy kezdődött, ahogyan az előző befejeződött, azaz továbbra sem találja a győzelemhez vezető utat a Marsó Nyíregyháza. Sokat beszélgettünk, és megpróbáltuk megkeresni azokat a problémákat, amik okozhatják a szereplésünket. Remélem, hogy jó irányba indultunk el, bízom abban, hogy mindenki átérzi a helyzetnek a fontosságát, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos számunkra a következő találkozó. Egyébként nem szeretem, hogyha ilyen hosszú szünetek vannak, sajnos kiesünk egy mérkőzés ritmusból, sokkal jobb lenne, hogyha gyakrabban tudnánk játszani. Kerestem edzőpartnereket, de sajnos nem találtunk olyat, aki tudott volna velünk egy jó mérkőzést játszani, úgyhogy ez hiányozhat. Jobb lett volna, hogyha tudunk meccsekkel készülni. Ugye ilyenkor az is benne van a játékosokban, hogyha ilyen ritkán van mérkőzés, akkor egy bizonyos meccsre túl koncentrálnak, és ahogyan a koncentrálatlanság hibát jelent, úgy a túlkoncentráltság szintén hibát jelenthet. A szombati ellenfél, a Kaposvár eddig 5 győzelem mellett 9 vereséget szenvedett, igaz legutóbb csak hosszabbításban kapott ki az Éllovas Pakstól a korábban Nyíregyházán is dolgozó Kmézi Zorán által irányított együttes, amelynek két légiósa, a horvát Pulykó és az amerikai Ubilla áll a pontlista első két helyén. A légiósoknál a Pulykó kettes-hármas pozícióban bevethető játékost említem, aki egy igazi dobó és mérkőzésenként 10-3 pontos rádobása van, akkor egy picit előrevetíti az, hogy milyen stílusban játszik a Kaposvár, illetve nagyon jó palánk alatti játékosaik vannak. Van 3 olyan játékosuk, akik szerepelnek a válogatottban, ugye a Hennei Roli, Fodor Marci és Grevenár Péter személyében. Grevi kevesebbet játszott az elmúlt időszakban is sérült volt, nem tudom, hogy mennyire fognak majd számítani rá a kaposváriak, de feltörekvő játékosaik közül Benke Szilárd nagyon jó teljesítmény nyújt az egész bajnokságban, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy kemény feladat vár ránk. A forduló további párosítása a következő, MAFSZ Zalaegerszeg, Atomerőműese Pécs, Szombathely Jászberény, Szeged Kecskemét, Sopron Szolnok és Albafehérvár Körment. A Marsó Nyíregyháza Kaposvár mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsé Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják az összecsapást.